Üdv, szevasztok! Mi a helyzet, fiatalok? Milyen se volt még mi? Milyen jó helyről veszem a témát, igaz? Mondhatnánk, hogy ez az élet szép. Várjatok, ide teszem így, és akkor innen jobban látszódik a történet. Nem de? Mert ez az. Jaj, gyerekek, ugye az élet az mindig zajlik amúgy. Azt mondják, hogy nincs önálló gondolatom, de hát minden gondolatom a sajátom, nem? Tehát bármiről beszélek, az a saját gondolatom. Mert hát kinek a gondolatát venni van? Tehát senki, nem? Nem is értem, hogy miért gondolják azt nagyon sokan, hogy nincs önálló gondolatom, meg hogy miért beszélek hülyeséget. Hát azok mondják ezt, akik igazából nem tudják felfogni. De hát ez nem az én hibám, hanem az övéjük, nem? Na mindegy. Hát zajlik az élet, és ennyi. Tehát mindig van valami, amit azt hiszik, hogy jobban tudnak. Vagy azt gondolják, hogy jobban tudják, holott nem tudják jobban. Próbálnak úgy okosak lenni, főleg a komment szekcióban, vagy bárhol. Tehát észrevettem, hogy mindenhol vannak ilyen úgymondott kis rossz kis ördögök, akik megpróbálják az adott embereket egy picit így piszkálni. Megpróbálják őket zavarni. De ez miért jó? Miért jó a másikat zavarni? Vagy egyáltalán miért Isten király ez a dolog? Nem tudom, tehát ilyen világot élünk, ahol mindig a fájdalom, a probléma, a gyűlölet, az utálkozás, a beszólogatás, a én vagyok a nagyobb, én vagyok az erősebb, én vagyok a gazdag, te szegény vagy. És a gazdag a szegénytől veszi el azt, ami a szegénynek már nincs. Csak az élete van, meg az az apró kis dolog, ami még van, a szeretet. Azt meg nem lehet megvásárolni. Szeretetet, családot, boldogságot nem vásárolhat. A többi, az csak mindegy felszín. A pénz nem boldogít, mert a pénz az csak papír. Ezen kéne elgondolkodni, a pénz az csak papír. De hát minek is mondom én, nem? Tehát minek is magyarázom én ezt a dolgot nektek, nem? Tehát minek is akarok itt okoskodni, igaz? Tehát mit akarok én az egészet? Tehát miért mondok olyat, amiről ti jobban tudjátok a dolgokat? Tehát ki vagyok én, hogy megmondjam, nem? Gyerekek, ha mindenki kritikusnak született volna, akkor szerintem nem kéne orvos, meg egyebek, na mindegy, tehát, ja. De annyira sok mindenki ért mindenhez, akkor miért nem csinálják azt, ami az ők értenek? Vagy hogyha értesz a videózáshoz, akkor miért nem videózol? Próbáld meg ezt az egészet, és csinálja. Tehát kezd el, és vállal te is azt, hogy mindig támadni fognak, hogy beszólnak. Aztán akkor beszélgethetünk arról, hogy te mit gondolsz arról, hogy téged támadnak. Te hogy reagálnál rá, vagy hogy reagálsz rá? Tehát észrevettem, hogy mindig van valaki, akit ki spéciznek, vagy megtalálják. Valahogy mégis találnak újabb és újabb embereket, és ezáltal megpróbálják őt egy picit piszkálni. Olyanokat kitalálnak, hogy jaj, a tégnek áll a hajad, nem? Na mindegy, gyerekek, én azt gondolom, hogy ez van. Tehát az életben mindenki professzor, mindenki tudós, mindenki okos, mindenki mindenkinél jobban tud mindent, mindenkinek megvan a saját véleménye, de mindenki azt hiszi, hogy jobban tud a másiknál mindent. Tehát vitatkozik azon, hogy esik az eső, vitatkozik azon, hogy süt a nap, vitatkozik azon, hogy cipője van, vitatkozik azon, hogy neki miért van ilyen órája. Egymást követi. Neki is ugyanolyan tetkó kell, neki is piercing kell, neki is kell, mit tudom én, fülbevaló, neki is kell olyan nyaklánc, neki is olyan ruha kell. Amúgy minden ember egyformán öltözik, kivéve én, mert én nem öltözködöm ilyen lányos ruhákba, mint a mai tinédzserek, ezek a fiatalok, meg cof, meg fölnyírt haj, meg fiús kinézet, meg lányos öltözék, sminkeljem, ne sminkeljem magam. Tehát ez baromság. És nagyon sok fiú lánynak érzi magát, nagyon sok lány meg fiúnak. Igazából mindenki eldönti, hogy hogy akar élni, nem? Tehát ha valaki úgy érzi lányként, hogy ő fiú, akkor éljen úgy. De a fiúk miért húznak fel lányos ruhát? Tehát főleg ez a vékony nadrág, ez a nem tűszárú nadrág, vagy milyen? Hát láttam már egy pár fiatal gyerekeken, tehát én nem hordanék ilyet, mert vicc. Minek? Meg régebben ugye ciki volt a rózsaszín fölső. Most meg mindenki rózsaszínt hord. Azelőtt meg, ha valaki rózsaszínt húzott föl, akkor azt mondták rá, hogy meleg, meg egyebek, nem? Minden probléma van már ebben a világban, gyerekek. Gyerekek? De csak gyerekek vannak ezen a világon, nem? Az idősebbek mindig bölcsebbek, tehát a bölcsebbektől kell tanulni. Nem én vagyok a bölcs, nem magamra mondtam, hanem az idősebb korosztályra, mert ők azért sokkal többet megéltek. De hát mindenki bölcs lesz egyszer. Tehát mindenki a maga módján tudja az élettapasztalatát, az élettörténetét, a gondolatmenetét átadni másnak. Tehát cserélődnek a
Tehát az emberek. Tehát most én ennyi idős vagyok, megöregszem, jön az újabb fiatalság, újabb fiatalság, újabb fiatalság. Ennyi. Meghalunk, új születik. Meghal, új születik. Meghal, új születik. Az is, az is, az is. És mindig cserélődik. Ahogy az alsógatyádat cseréled, úgy cseréled a barátnőidet. Amikor párkapcsolatban van valaki, akkor hazudik. Mert máshoz megy, és mástól kéri azt, amitől megkaphatná, akivel együtt van. Kéred a szerelmet, kéred az egy éjszakát, de minek? És akkor két hetente új pasi, új barátnő, új barát... Hát a barátokat nem lehet elfelejteni. És pénzben nem vásárolhatsz meg barátságot, szeretetet. A családot nem árulhatod el soha. Na mindegy. Ennyi lett volna ez a videó. Találkozunk a következő videóban. Ajeszko. Ez meg az én véleményem.